Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. Amikor egy országról, egy jelenségről vagy intézményről beszélünk, nagyon érdekes kérdés mindig az, amikor megfigyeljük, hogy hogyan született, hogyan jött létre egy ilyen intézmény, vagy akár egy nemzet, mert azt mondják, hogy sokszor a születésnek, a keletkezésnek, a körülményeiben már benne van annak az intézménynek, vagy akár nemzetnek a lényege. Hát erről fogunk beszélgetni most Fritz Tamással, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadójával, politológussal, ugyanis a Kik voltak az Európai Unió alapító atyái címmel írt egy tanulmányt az Alapjogokért Központ honlapján, ezt el is lehet olvasni. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonalban. Jó napot kívánok. És ahogy már fel is vezettem, ugye nagyon fontos egy akár az Európai Unió életében is megfigyelni azt, hogy valóban kik voltak az alapító atyák, és milyen vízióval rendelkeztek. Hát akkor vágjunk is gyorsan a közepébe, mert ez egy nagyon terjedelmes tanulmány, tehát nem lesz időnk arra, hogy minden részére kitérjünk, de amik nagyon fontosak, hogy kik voltak ezek az atyák, úgymond, és milyen vízióval rendelkeztek. Igen, hát ott kezdeném a választ, hogy ugye a manapság azért van egy olyan vélemény, viszonylag elterjedt vélemény, és hát azt gondolom, hogy téves vélemény, hogy térjünk vissza az alapító atyák gondolataihoz az Európai Unió kezdeteire, mert ott tulajdonképpen a nemzetek szuverenitására, az erős nemzetállamokra épülő hát uniót vagy közösséget akartak felépíteni, ez volt a vízió. Na most sajnos a kutatásaim azt mutatják, hogy ez a fajta hát elképzelés vagy vélekedés, ez nem állja meg a helyét, nem így néz ki a dolog. Ha visszamegyünk, nevezzük továbbra is uniónak, hát ugye nem sokféle neve volt, közösség, közös piac, és hát a legelején ugye visszamegyünk a kezdetekhez, az 51-ben létrejövő európai szén- és acélközösséghez, vagy más nevén Montán Unióhoz, illetve ennek az előzményeihez, a második világháború utáni állapotokhoz, akkor a következőt látjuk, hogy Európában, hát főleg ugye Nyugat-Európában, mert Kelet- és Közép-Európát ekkor már nem vehetjük ide, mert a Szovjetunió uralma alá került az a térség, tehát Nyugat-Európában kialakult egy ilyen föderatív hangulat. Tehát a háború után az a közhangulat terjedt el, hogy mindenáron békét kell teremteni Európában. A háborúskodásért elsősorban a nemzetek voltak a felelősek, tehát az lenne a jó, ha a nemzeteket, a nemzetállamokat egyfajta integrációba, föderációba tömörítenék, amelynek a úgymond a tetején hát szupranacionális, tehát nemzetek feletti intézmények irányítanának, mint ugye föderatív berendezkedésű államokban. Na most ez a hangulat, ez lényegében Nyugat-Európa teljes politikai elitjét meghatározta, valamifajta fősodorrá vált ez a vélemény. Úgyhogy azok a politikai szereplők, akikkel nem értettek egyet, azok igazából háttérbe is szorultak. Na most ugye itt komoly föderalista gondolkodókról kell beszélnünk, és itt két csoportot különböztetnék meg. Tehát az egyik csoport, mondjuk az alapító atyák egyik csoportjának az egyik jeles képviselője Jean Monnet, ugye ez a név, ez eléggé ismert név, mint alapító atya. Nos, Jean Monnet abban a csoportban tartozott, akik igazából globalisták voltak, nem pusztán egy európai föderációt képzeltek el, hanem univerzálisan gondolkodtak, és arról vizionáltak, hogy kellene a világbéke érdekében egy világkormányzás, egy világtársadalom, ugye ezek a fogalmak a mai napjainkban is nagyon egyre erősebben előjönnek, és ez már Monnet-nál megfogalmazódott, meg még néhány társánál, és ebbe a világkormányzásba illene, passzolna bele, mint egy alegységként, ha tetszik, az Európai Egyesült Államok, mint egy föderális szövetségi állam. Nos, Jean Monnet maga is egy globalista ember volt, egy világpolgár, aki tanácsadója volt Roosevelt elnöknek az Egyesült Államokban, banki körökkel nagyon komoly kapcsolatokra tett szert egyébként a két háború között. Tehát egy Franciaországban született, de igazából hát kozmopolita emberként ténykedett, és ezt a fajta globalista koncepciót képviselte, akárcsak például mondok egy másik nevet, az olasz Altiero Spinelli, aki hát eredetileg kommunista volt és internacionalista, és ebből ment át hát egy ilyen világ globalista gondolkodóvá. És még egy nevet fontos említenünk, Kudehove Kalergi gróf nevét, aki osztrák diplomata, apától és japán anyától származó,
szintén egy hát hogy mondjam, csak világpolgár volt. Ugye Kalergi nevéhez kötődik a Pán-Európa mozgalom, amit 23-ban indított el, és nagyon neves politikusok csatlakoztak hozzá. És Kudenhove Kalergi is, mint nagy álmodozó, szintén egy ilyen föderális és univerzális egységben gondolkodott. Egyébként Kalergi azért is érdekes, mert ugye a második világháború után megindított egy föderális mozgalmat egyfelől, és még arról is ismerszik, hogy az Európai Uniós, az a 12 csillagos zászló is az ő ötlete, valamint az Európai Unió himnuszának is ő javasolta Beethoven örömódáját. Kalergi halála után egyébként Kalergi díjat is hát létrehoztak Nyugat-Európában, és ezt a Kalergi díjat, és ez egy nagyon érdekes dolog, megkapta többek között Angela Merkel is egyébként. Ez a Kalergi díj most is érvényben van, két évenként adják át, és ez is mutatja azt, hogy mennyire erősen jelen van ez a föderális gondolat a napjainkig is. Na, nem akarok nagyon hosszan erről szót ejteni, Jean Monnet itt a kulcsfigura, aki gyakorlatilag ugyebár Robert Schuman számára előterjesztette a Montán Unió, az Európai Szén és Acélközösség tervét, amelyet egy abszolút föderális európai szövetségnek gondolt el, és ez a bizonyos Európai Szén és Acélközösség ugye létre is jött 1951-52-ben, Monnet elképzelései alapján, és Schumannak a híres nyilatkozata mentén, ami azt 50. május 9-én tett meg, és ez tartjuk ma is az Európai Napnak, ugye így emlékezünk erre minden évben. Na most ez a bizonyos Montán Unió, ez föderális alapokon jött volna létre, ha Jean Monnet-nak a terve teljes egészében érvényesül, azonban van a másik csoport, akikről még beszélnem kell itt, ezek pedig a nyugat-európai tagállami politikai vezetők, ugye elsősorban maga Schuman, Adenauer, a német kancellár, illetve De Gasperi, az olasz miniszterelnök. Nos, ők is föderalisták voltak, de nem olyan értelemben, mint Monnet vagy Kalergi, tehát nem egy ilyen, nem globalisták voltak, hanem ők azért lassabban, fokozatosabban akarták bevezetni a föderatív egységet Nyugat-Európában, illetve hosszabb távon ugye szerte Európában is. És ami nagyon érdekes, hogy végül is ez a bizonyos Európai Szén és Acélközösség belső szervezetében egy ilyen vegyes képet mutat, tehát megjelent benne erősen a föderatív nemzetek feletti elem az úgynevezett főhatóságban, amelyet maga Jean Monnet vezetett, elnökölt. Viszont a másik oldalon a tagállamok, tehát a hat résztvevő tagállam, ugye Olaszország, Németország, Franciaország és a Benelux államok, mégiscsak kiharcolták azt, hogy legyen egy bizonyos miniszterek tanácsa nevű szervezet is, ahol a tagállami miniszterek is egyfajta döntési pozícióval rendelkeztek. Tehát ha mi összegezni akarnánk, hogy az indulást, tehát az első Európai Uniós intézmény hogyan is néz ki, akkor azt mondhatjuk, hogy egy vegyes köret, amelyben a föderatív elem ott van a főhatóság személyében, úgy mondjam, illetve intézményében. Másik oldalon meg a kormányközi, azaz a nemzeti szuverenitás eleme, az megjelent a miniszterek tanácsában, és ez a két szervezet úgymond együtt jött létre, és határozta meg ennek az első uniós vagy európai közösségi hát szervezetrendszernek a jellegét, működésmódját. Annyit teszek itt hozzá, hogy Jean Monnet a főhatóságot rögtön egy európai kormánynak képzelt el. Tehát rögtön azt akarta elérni igen gyorsan, hogy a főhatóság döntéseit egyszerűen hajtsák végre a tagállamok, tehát a főhatóság rendelkezik az alapvető döntési jogokkal, ez egy totálisan föderális szerkezet lett volna, de ismétlem, hogy a tagállami vezetők azért ezt soknak érezték, ennek ellenálltak, mert azért féltették nyilván a saját befolyásukat, nekik is meg kellett felelni a választóiknak, és hát valamifajta nemzeti, tehát egy politikai önrendelkezést azért mindenképpen meg akartak tartani, de ismétlen még egyszer, ők sem ellenkeztek a föderális berendezkedés elvével szemben, úgyhogy még egyszer mondom, hogy ezek azok az évek, az alapító évek és az alapító atyák, akik lényegében véve vizionálva már egy európai Egyesült Államokat akartak elérni,
csak különböző fokozatokban, illetve különböző mélységben képzelték ezt el. Tehát kicsit leegyszerűsítve el lehet mondani azt, hogy voltak ezek a világpolgárok, gondolkodók, akik vízióval rendelkeztek ugye az Európai Unióval kapcsolatban, méghozzá egy olvasztó tégelynek képzelték akkor ezek szerint el Európát, és voltak azok a nemzetállamok, mint Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, akik akkor még úgy gondolták, hogy ők nemzetállamként szeretnének tovább működni, és ez a konfliktus okozta azt, hogy végül nem sikerült végrehajtani akkoriban, és azóta sem ezt az Európai Egyesült Államok víziót? Igen, hát ez a beépített konfliktus van az Európai Unió, vagy Európai Közösség, vagy nevezzük bárhogyan, egy nemzetközi szervezetben. Két elv van egyszerre jelen, a föderális elv, tehát a szupranacionális nemzetek feletti elv, illetve a szuverenista elv, tehát a nemzetállami önállóságra épülő, mondjuk így, hogy alulról szerveződő elv. Egyszerre beépülten megjelent, igen, az Európai Unió kezdetén az intézményrendszerben, és az a helyzet, hogy nyilván most esélyünk sincs arra, hogy végigmenjünk az elmúlt 70 év történetén, csak azt említeném meg, hogy az 50-es évek első éveiben egy még nagyon erősen érvényesült volna a Monnet-i gyors föderális elv, ennek érdekében már európai politikai együttműködési tervet, illetve európai védelmi együttműködési tervet, azaz közös hadsereget akartak felállítani. A fordulat azonban ott történt meg, hogy 53-ban Sztálin meghalt, illetve a koreai háború befejeződött, és innentől kezdve a félelem az irányban, hogy itt nagyon gyorsan kell egy katonai erő az európai közösség számára, ez a félelem enyhült, és a francia parlament végül nemet mondott 54-ben a közös hadseregnek. És ez a döntése a francia parlamentnek végül is az egész föderációs folyamatot lelassította és megállította. Jean Monnet háttérbe szorult, le is mondott 54-ben, és innentől kezdve elindul egy folyamat, amely nem a föderáció, hanem az erős nemzetek felé billen át, és ennek eredményeként jön létre 57-ben ugyebár a közös piac, amely már erőteljesebben mutat szuverenista jegyeket a föderációval szemben, és gyakorlatilag a gazdaságra helyezi az együttműködés lényegét, tehát nem a politikai unió, hanem egy gazdasági, szoros gazdasági együttműködés kezd innen kibontakozni az európai közösség, az Európai Unió történetében. És ugye most én nem akarok tovább menni, csak azt akarom, azzal utalnék itt, hogy innentől kezdve egy nagyon hosszú szakaszban a föderáció, ez a szoros, nagyon erős föderációs elképzelés némileg háttérbe szorult, nem tűnt el természetesen, csak a mérleg nyelve átbillent a szuverenista koncepció felé egészen a 80-as évek közepéig, meg aztán ugyebár a 90-es évektől kezdve megint történik egy fordulat, és ha mai napig eljutunk, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi években ismét megjelennek, hogy mondjam csak, az álmodozók, az ideológusok, és persze nagyon komoly politikai és gazdasági körök, akik jól láthatóan ismét a Monnet-i, Jean Monnet-i, Walter Hallstein-i koncepciót erősítenék fel, és minden erővel erre próbálják ismételten vinni az Európai Uniót. Tehát ami a nagyon érdekes dolog az, hogy az Unióban kettősség érvényesül, az Európai Unió egy nagyon sajátos politikai szervezetrendszer, amihez tulajdonképpen egy hibrid modell, aminek nincs is igazán példája sehol a világon. És ezt a fajta belső feszültséget hordozza szerintem mind a mai napig, és az ezzel kapcsolatos küzdelmek nagyon erőteljesen meghatározzák az Uniónak az életét. Megfigyelhetjük az utóbbi hónapok történéseiben ezt a nagyon erős törésvonalat. De ugye azt is elmondhatjuk, hogy Monnet nem adta fel úgymond ezt a vízióját azzal, hogy a tagállamok behúzták a kéziféket. Itt van egy Monnet-nak tulajdonított idézet, ami szerint Európa nemzeteit el kell kormányozni a szuperállam irányába, anélkül, hogy a lakosság tudná, mi is zajlik valójában. És ezt egymást követő lépésekben kell megtenni, melyek mindegyikét úgy kell átszázni, mint a pusztán gazdasági ügyekről lenne szó. Ez a folyamat visszafordíthatatlanul elvezethet a föderációhoz. Ön is említette, hogy akkor abban az időben, amikor behúzták a kéziféket a tagállamok,
tagállamok, akkor inkább gazdaságra terelődött át a hangsúly, hogy egy gazdasági integráció jöjjön létre a nemzetállamok között. De ha jól értelmezem, akkor valamilyen féleképpen ez is abba az irányba mutat, vagy egyesek úgy gondolják, hogy ez egyenesen elvezethet a teljes integrációhoz. Igen, itt arról van szó, hogy Jean Monnet, említettem, hogy 54-ben látva, hogy nem megy át ez a szuperföderális elképzelése, le is mondott a főhatóság éléről, ebből a főhatóságból lesz később bizottság, hogy ezt így lássuk világosan, a mai bizottság, tehát a Juncker-féle bizottság Jean Monnet-val kezdődött, de akkor még főhatóságnak hívták. Tehát Jean Monnet, miután háttérbe szorult, egyáltalán nem vált passzívvá, hanem kidolgozott egy olyan elképzelést, hogy a közös piac berkein belül is meg lehet valósítani valóban fokozatosan a föderalizmust. Ezt úgy nevezhetnénk szakmai nyelven, hogy egyfajta funkcionalizmust dolgozott ki. Ami azt jelentette, hogy tehát ahogy mint ön is mondott, hogy bizonyos gazdasági intézkedésekkel, a közös, vagy hát föderális intézkedésekkel szép fokozatosan lehet kiépíteni a föderációt. Valóban úgy, hogy gyakorlatilag az európai lakosság ezt ne is értse, az európai polgárság fel se fogja, hogy milyen folyamatnak a részese. Tehát hoznak bizonyos döntéseket, és ezek úgynevezett spillover hatást gyakorolnak, tehát szétsugároznak ezek a gazdasági döntések, amit meghoz mondjuk a bizottság, meg a föderális szervezetek, mert hogy egyik döntés hozza maga után a másikat, tehát kihatással van egyes területek kihatással vannak más gazdasági területekre, vagy szociális, kulturális, társadalmi területekre, tehát mint egy elkezd gyűrűzni ez a folyamat, és ez egy ilyen lopakodó föderalizmus, és lényegében véve ezt Juncker megismételte, tehát ő abszolút Monnet követő. Jean-Claude Juncker ezt 99-ben egy Spiegelnek adott interjújában szinte szó szerint elmondta azt, amit Monnet-tól idézett ön az imént. Tehát Juncker nagyon hasonlóan gondolkodott erről a dologról, és hát hogyha azért mondjuk meg, vagy akár Merkelt is ide vehetjük egyébként a mai a politikusok közül, sőt én Macront is ide venném, akik nem mindig mondják ki, hogy mit akarnak, de tesznek lépéseket a migrációtól kezdve, a bevándorlástól kezdve egészen a közös pénzügypolitikai, közös adózásig egyes intézkedésekkel próbálják ezt a föderális elvet kiterjeszteni, úgy, hogy aztán már kész helyzeté elé kerüljenek a szuverenista tagállamok, mondjuk például a V4-ek, és hát természetesen az európai polgárok. Tehát itt van egy lopakodó jelleg, amelyhez még egy adalékot tennék hozzá, hogy ugye az Európai Unió szervezetrendszerében ott van az Európai Bíróság. Ez Európai Bíróság is egy kifejezetten olyan föderalista, a nemzetek feletti szervezet, amelyik a 60-as évektől kezdve szinte, hogy mondjam, csak önkényesen kezdett döntéseket hozni, és azokat közösségi döntéseknek kezdte el nevezni. És az Európai Uniós szervezetek is a bírósági döntéseket uniós jogként kezdték értelmezni, ami fölötte áll a nemzeti jognak. Ez a 60-as években kezdődik el, és az Európai Bíróság is ezt a gyakorlatot azóta is folytatja. Tehát még egy szervezet, amelyik ugyanebben a lopakodó föderációs folyamatban nagyon komoly szerepet játszik. Úgyhogy, ha ezeket így összeadjuk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy nagyon ébernek kell lenni a szuverenista oldalnak, tehát a V4-eknek, a magyar kormánynak, és rettenetesen figyelni kell arra, azt úgy gondolom meg is teszik egyébként, hogy hol és mikor jelennek meg ezek a szupranacionális nemzetek feletti, hát hogy mondjam, döntéshozatalt elősegíteni kívánó törekvések. Úgyhogy ez egy nagyon komoly küzdelem a mai napig. Ugye nagyon kevés az időnk, de még van itt két fontos momentum, amiről mindenképpen szeretném, ha szót ejtenénk. Az első az pedig ez a globális pénzügyi elit lenne, amiről írt a tanulmányában is. Hogyan határozza ez meg egyáltalán mihez, és hogyan határozza meg ez az uniónak a működését, meg a döntéseiben, hogyan van ráhatással, úgymond? Nagyon fontos kérdés, így van. Nem mehetünk el mellette szó nélkül. Tudnék, az Európai Közösség, vagy az Európai Unió létrejöttének a hátterében nem csak belső európai erők vannak jelen, hanem külső, külpolitikai, gazdasági erők, pénzügyi körök is
jelen vannak ebben a folyamatban kezdettől fogva a mai napig. Igen, itt arról van szó, hogy körülbelül a 20. század elejére létrejött egy olyan, mondjuk így, hogy globális pénzügyi elit, ugye gigacégekből pénzügyi intézmények, gigantikus vagyonokkal rendelkező pénzügyi és gazdasági cégek és intézmények, és a mögöttük álló tulajdonosok köre, akik lényegében véve már a 20. század elején gondolkodtak egyfajta világkormányzásban. És létre is hozták ezeket a globális alapvető intézményeket, mint például a külkapcsolatok tanácsát 1921-ben, ami jellegzetesen az ő érdekeiket képviseli, mint globális intézmény, hatalmas befolyással, vagy például a londoni királyi külügyi intézet, ami 19-ben jött létre, de ide köthetjük a Bilderberg csoportot, amelyik 54-től működik, ugye, és találkozott tartanak évenként különböző helyszíneken, vagy a tripartit bizottságot, ami 73-ban alakult meg. Na, ezek a nagyon erős pénzügyi, gazdasági körök kezdetől fogva arra törekedtek, hogy lehetőség szerint a nemzetállamokat lenyomják, mert a nemzetállamok azok a, hogy mondjam csak, azok a legerősebb politikai egységek, demokratikus politikai egységek szerencsés esetben, amelyek ellen tudtak állni a globális pénzügyi akaratnak és a globális cégek szándékainak. Ha a nemzetállamokat le tudják nyomni és be tudják terelni a nemzetállamokat egyfajta föderális egységbe, mint például az Európai Egyesült Államokba, akkor sokkal könnyebben lehet a piaci célokat megvalósítani. Tehát ezek a globális, főleg angol száz pénzügyi körök nagyon is szorgalmazták a háború után az Európai Egyesült Államok létrejöttét, mert akkor úgy érezték, hogy sokkal könnyebben érvényesíthetők lesznek az ő profit és piaci érdekeik. Ugye ezek a körök már olyan forrásokkal rendelkeznek, amelyek gyakorlatilag egyes nemzetállamok fölé helyezik őket. Tehát erősebbek, mint a nemzetállamok, és ezért óhatatlanul azt a szükségeit érzik, mondanám idézőjelbe, hogy akkor nekik a nemzetállamok fölé kell kerekedniük. Ezt a törekvést látjuk a mai napig is egyébként, és hát nem kell más mondanom, csak egy nevet, gondolom már ki is találta a szerkesztő azt, hogy kit fogok most mondani. Ebben a körben egy S betűvel kezdődő nevet, ugye Soros Györgyre gondolok. Ő ennek a globális pénzügyi körnek egy jeles, idézőjelben jeles képviselője, és hát a Soros György szándékait megnézzük, akkor pontosan ezt a globalista, szupranacionális célokat láthatjuk a nyitott társadalmakkal és a nemzetállamok háttérbe szorításával. Tehát ez ott volt nagyon jelentősen az unió kezdeteinél, a megalapításánál ez a szándék. Jean Monnet ennek a körnek volt az embere egyértelműen. Kifejezetten Wall Street-i banki körökkel állt kapcsolatban Jean Monnet, globalista volt, és azt gondolom, hogy nagyon jól láthatóan ezek a körök erősen befolyásolták a tevékenységét, akárcsak egy később az utódja, ugyebár Juncker elnök úr munkáját is mondhatjuk, hogy elég erőteljesen befolyásolták, vagy befolyásolják még ugye a mai napig is ezek a körök. Úgyhogy ezt a fajta külső behatást, ami most is behálózza az Európai Uniót egyébként, a Soros hálózatok, az álcivil szervezetek, de egyéb lobby csoportokon áll keresztül, ezekre nagyon oda kell figyelni, ha meg akarjuk érteni a unió működését, az uniónak is ki kell vívnia egyébként ilyen értelemben a szuverenitását, mert az unió önmagában sem szuverén jelen pillanatban, és ez csak úgy fog menni, hogyha a nemzetállamok szuverenitására épül majd az Európai Unió szuverenitása. Azt gondolom, így lehet talpra állni ennek a szervezetnek, mert jelen pillanatban hát nagyon súlyos válsággal küzdik az unió. Ez világos, és hát sajnos nagyon kevés az időnk, úgyhogy a következő téma, amit szerettem volna még megbeszélni, egy egész műsort is megérdemelni, de akkor egy picit gyors választ szeretnék most kérni. Miért nem lehet úgy kialakítani az Európai Egyesült Államokat, ahogy elképzelték, az európai, vagy az Egyesült Államoknak a mintájára? Tehát mi a kettő között az a nagy különbség, ami miatt nem tudnánk ugyanazt létrehozni, és kár is próbálkozni vele? A legnagyobb különbség az, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy alulról szerveződött, a tagállamok képviselői által közös akaratként létrejött föderáció tulajdonképpen.
Tehát, amikor az amerikai alkotmány úgy kezdődik, hogy mi az Egyesült Államok népe, akkor ennek megvan a jogosultsága, mert itt egy azonos eredetű, azonos kultúrájú népesség, amely államokra tagolódott, fejezte ki akaratát amellett, hogy jöjjön létre az Amerikai Egyesült Államok, és legyen egy föderatív alapú működése, tehát legyen egy szövetségi kormánya. Ezzel szemben nagyon furcsa kimondani, de az Európai Unió, az Európai Közösség egy felülről létrehozott, politikai elitek által létrehozott intézmény, amely a mai napig is magán őrzi ezt a kezdet, ahogy ön kezdte szerkeszte azt, hogy mindennek az eleje nagyon fontos, és így is van, teljesen egyetértek. Tehát ez egy elitek által létrehozott, felülről létrehozott szervezetrendszer, vagy nemzetközi államszövetség, mondjuk így, amelyet a mai napig is láthatóan és érzékelhetően nem a polgárok igényei szerint irányítanak, hanem meghatározott politikai, gazdasági elitcsoportok, illetve, hogy említettem, kívülről hatásgyakorló elitcsoportok akaratának megfelelően működik ez a bizonyos unió. Tehát Európai Egyesült Államokat létrehozni ebben a helyzetben az nem jelentene mást, mint egy birodalmi jellegű, felülről irányított, nem demokratikus, alapjaiban nem demokratikus szerveződést. Ezért gondolom én azt, hogy ezt újra kéne szervezni, és el kéne ismerni, hogy amíg az Amerikában a népek egyesültek egymással, és tettek maguk fölé egy államot, addig Európában nemzetek vannak, és nemzeti kultúrák vannak. Van egy európai civilizáció, viszont nemzeti kultúrák vannak, tehát a nemzeteknek a szuverenitásának a megerősítése lenne az elsődleges feladat, és a nemzeteken keresztül a polgárok, a nemzeti polgárok beleegyezését kéne kérni újra abba szinte, hogy létezzen az Európai Unió, méghozzá demokratikusan, egy közös identitással, amivel jelen pillanatban nem létezik. Éppen azért nem létezik, mert mondom, a születésétől kezdve magá hordozza ezt a jelleget, egy felülről orientált elitista szerveződés az Európai Unió. Ezt kéne megfordítani, tehát nem az alapítóatyák szelleméhez kellene visszatérni, hanem egy teljesen új szakasz kellene elindítani, amiben az unió demokratizálása indulna el a nemzetek szuverenitásán keresztül. Előre tudtam sajnos, hogy kevés lesz az időnk, de örülök, hogy ennyit is tudtunk erről beszélni. Fritz Tamással, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadójával, politológussal beszélgettem. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!